Sziasztok, Bodzi vagyok, és ma Kicsi Csuvinak az Objekt 140-es szikrivelés körét hoztam el. Ez a replay talán jól fogja mutatni az Objekt 140-nek a potenciáját, erejét, használhatóságát. Ugye ezen a pályán alapvetően két helyre szoktak menni, főleg a medek. Ugye vagy fölmennek ide a várba, vagy itt megpróbálják ezt a kis elkerülő szakaszt kiválasztani maguknak. Hát itt van egy kisebb forgalmi dugó az STB-vel. Ugye Kicsi Csuvi inkább a középrészre orientálódott, ezzel megpróbálja felderíteni a bázisról elinduló ellenfeles tankokat. Ugye szerencsére ezen a pályán arti nincs most jelen pillanatban. Ugye hát most sokat felderítenie nagyon nem tudott, azt inkább az STB, illetve az E50M követte el. És itt a hegy másik oldalán elbújva ott van egy E50M. Kicsi Csuvi arra vár, hogy hát a kidugja egy kicsit a fenekét. Az E50M nem teszi meg ezt a szívességet. Így hát a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. És már is a második találatot tudja bevinni Kicsi Csuvi. Ugye mi az E50M az csak a tornyát látja, így hát gyönyörre lepattant róla. Hát ezzel a lövéssel kiszedhette volna akár az E50M-et. De ami késik, az nem múlik. És már is megvan Kicsi Csuvi első fregje. Úgy gondolja, hogy nincs tovább keresni valója, megy inkább a csapatnak segíteni a várban lévő ellenfelek abriktolásában. Ugye egy IS-7, egy TVP T50, és még ki tudja a kibukkantott felső két TVP. Eddig egész jó a találati aránya Kicsi Csuvinak. Közben egy becset lerárongyul a Objekt 140-re, Kicsi Csuvi hiába lövi meg, rajta segíteni már nem tudott. Sem a Pattonon, amit a becset és az IS-7 közösen kiszedett. És felhívnám a figyelmet azért arra, hogy jelen pillanatban még mindig az alaplőszerem van Kicsi Csuvi, tehát prém lőszert hiába jön felé az IS-7, még nem töltött be. Mindig megtalálja azt a pontot, ahol érdemes sebezni, illetve tudja is. És a tornya mennyire jó lett az Objekt 140-nek, ugye az eddig sem volt rossz, de már is 1100 lepattanónál jár. Nem telt el 3 perc, és már is közel 4000 damage-et osztott ki Kicsi Csuvi. Hát ez sajnos éppen visszahúzta a TVP T50. És az érdekes, hogy a többi ellenfél az eltűnt valahogy. Valószínű visszahúzódott, így van a Sheridan már is a F4-es szektorba tűnt fel, aki ideig a várban leledzett pedig. És Kicsi Csuvi úgy gondolja, hogy a többiek itt ezt a helyzetet megoldják. Így hát megpróbál a D2-3 vonal környékére orientálódni. És fel is bukkant a Sheridan, aki próbálja a IS-7-enket abajgatni. És így Sheridan itt elkövette azt a hibát, hogy nem maradt a szikla takarásába. Ezt ki is használta Kicsi Csuvi. Az IS-4-ünk az elvérzett. Az IS-7-tel szemben. Itt viszont van egy STRV. De menet közben Kicsi Csuvi azért meg a becsetet kiszedte. És a 512 HP-s IS-7-ünkre megpróbál ráesni egy full HP-s Objekt 140. Kicsi Csuvi próbál neki segíteni. Trackre rakta. És
És szerintem az Objekt 140 továbbra sem értő, hogy ez hogyan történhetett meg, amikor full HP-val ráment egy 1/4 HP-s IS-7-re, és elpárolgott. Tegyük hozzá, az IS-7 is azért jó használta a tankját, nem tudta a gyenge pontot nagyon lőni az ellenfél Objekt 140-e. Ugye itt most megpróbál segíteni az IS-7 ellen is. 4 killnél járunk, közel 6000 damage. Ezt a szerencsére megúszta. Kicsit csubi. Egy gyenge pontot a vállemeznek. Sajnos lőszerek ezt megkapta, de a javítója szerencsére működött kicsit csubinak. Második lövés is bevállalta. És a kémlelő nyíláson keresztül a gyenge pontot sikerült kiszedni. Érkezik a Patton. És ezzel meg is lett a meccs. Kicsi csubi, két IS-7 és egy Patton kivégzésével befejezte a meccset. Ezért a teljesítményért kapott egy az a 11400-as VN8-at. Természetesen megkapta a tankászt, a nagy kalibert és a Top Gun-t. Csapatjából messze ő tette hozzá a legtöbbet a csatához. És jól mutatja, hogy a Objekt 140-nek a potenciáját lehet talán így hívni, hogy 6 perc alatt több mint 8000-et sikerült kiosztania, ehhez azért kellettek egy-két szerencsés momentum is. Kilőtt 31 lövedéket, amiből 28 át is ütött. Úgy gondolom, ez egy nagyon élvezetes, nagyon jó kis kör volt. Köszönöm a figyelmeteket, Bodzi voltam, sziasztok!